örökléssel még a tulajdonosok száma tovább tud szaporodni. Olyan is van, hogy tulajdonképpen annyira sok tulajdonosa van egy földdarabnak, hogy a kimérése és a rendezése gyakorlatilag már többe kerül, mint magának a földnek az értéke. Úgyhogy ez tényleg nagy probléma. És azt gondoljuk, hogy azt hiszem, hogy Gőgös képviselőtársam mondta, hogy az, hogy az NFA-nak elővásárlási jogot biztosít ez a törvénymódosító javaslat közös tulajdonosok esetén, ez is bizonyos problémákat vethet fel, hiszen adott esetben a birtokegyesítés ellen hathat. Azután nem látunk megoldást arra sajnos terjedő gyakorlatra ebben a törvényben, hogy a földtulajdonosok gyakran haszonbéleti szerződés helyett haszonkölcsönszerződést kötnek, és így tulajdonképpen az előhaszonbéleti jogok nem érvényesülnek. Ezek tulajdonképpen színlelt szerződések, hiszen nagy földterületeket adnak át ingyen hasznosításra, ám semmiségük kimondása hosszadalmas, mert ugye bírói útra kell terelni. Tehát tulajdonképpen még mindig vannak ilyen színlelt zsebszerződések, amikre úgy érezzük, hogy ez a törvénymódosító javaslat nem ad megoldást, holott tudjuk, hogy ez az országban a birtokviszonyok rendezési területén meglehetősen nagy probléma. Azután azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ez szintén nincsen benne a törvényben, de szeretném megemlíteni, hogy nagyon fontos lenne a hirdetmények elhelyezését is rendezni. Gyakran előfordulhat az, hogy a állami földtulajdonnal kapcsolatos hirdetményeket, akár mondjuk önkormányzati tulajdonban lévőket nem elég jól látható terre teszik ki, akár online nem hirdetik meg, és csak látszólag teljesítik a törvényi előírásokat, ami lehetőséget adhat a spekulációnak. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy a spekuláció visszaszorításának fontos eszköze a helyi közösségek döntési és részvételi lehetőségeinek bővítése. Ezért javasoltuk már, hogy tegyék ingyenes, illetve szabadon hozzáférhetővé a földhivatali nyilvántartást. Minden esetre azt gondoljuk, hogy ez a föld törvény módosító csomag jó lépés a birtokviszonyok rendezése érdekében, illetve a földmoratórium hátralévő tennivalók sorában is, de azért még nem elegendő, és itt jegyezném meg, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezért nincs már annyira sok időnk, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy ráérünk arra, még a mezőgazdasági bizottságban az előterjesztő helyettes államtitkár említette, hogy nincs semmilyen okunk a kapkodásra, nos persze kapkodni nem kell, de azért azt gondoljuk, hogy nagyon fontos hatékonyan és nagy lendülettel nekiállni ennek a kérdésnek. Itt szeretnénk javasolni, hogy folytassanak tényleges és széleskörű társadalmi egyeztetést a gazdálkodói érdekképviseletekkel, a civil szervezetekkel, akár a tudományos élet képviselőinek bevonásával, és hogy alakítsunk ki olyan fórumokat, ahol meg tudjuk tárgyalni azt, hogy tényleg hogyan tudjuk a helyi életvitelszerűen gazdálkodók földhöz jutási lehetőségeit növelni, mert hogyha széleskörűen egyeztetünk, akkor a részletkérdésekben sokkal jobb és időtállóbb szabályozás születhet, és nem fordul elő az, hogy fél évvel később kell újra és újra módosítani egy-egy törvényt. Köszönöm szépen a figyelmet! Következik Magyar Zoltán, képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! Előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a javaslattal vannak konkrét problémáink is a hajnali fél hatos tárgyaláson túl is, de az igazán nagy gond azzal van, ami nincs benne. Az előttük fekvő anyagon látszik, hogy a célja a fennálló szabályozásbeli hiányosságok pótlása, illetve a gyakorlatban felmerült problémák orvoslása. Ezek javarészt ugye technikai módosítások, ezeket egyébként bizottságban is már támogattuk. Megkésve ugyan, de próbálja rendezni a termőföldről szóló 1994. év 55. törvény és ugye a tavaly elfogadott nemzeti földalapról szóló törvény viszonyát és hát az ebben felelhető ellentmondásokat. Üdvözöljük a törvényben azt is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT és a Nemzeti Földalap között ma még közel sem zökkenőmentesen folyó vagyonátadást meggyorsíthatja, és egyszerűsítheti is ez a módosítás. Ugyanakkor jelezni szeretném, hogy a Jobbik minden eszközzel figyelni fog a kormány földbirtokpolitikai irányelveinek ígért megvalósulása tekintetében. Ugye itt a 10 éves nemzeti vidék stratégiában is foglalt alapelvekre gondolok, amelyeket egyébként mi is osztunk és támogatunk, hiszen ez vonatkozzon
ez a jobbikos figyelem mind a ma már a nemzeti földalap kezelésében lévő területekre, mind pedig a közeljövőben a nemzeti földalaphoz kerülő területekre is. Itt ugye arra gondolok elsősorban, hogy ezek helyben lakó családi gazdálkodók tulajdonába, illetve haszonbegyletébe kerüljenek. Támogatjuk szintén azt is, hogy a javaslat bővíti azokat a területeknek a körét, amik a nemzeti földalaphoz kerülnek. Itt ugye a művelés alól kivont területeket szeretném megemlíteni, itt az országos erdőállomány adattára szerint elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdőkek minősülteket emelném ki. Illetve hát, ahogy említettem, már tavaly támogattuk a nemzeti földalap létrehozását. Igaz, akkor álmunkban sem gondolhattuk még, hogy az újabb megszorítások után 400 néhány millió forint maradt csupán a földalapnak a birtokpolitikai irányelvek elérésére. Ennyi pénzből szerintem Nógrád megyében sem lehet érvényesíteni a nemzeti érdekeket, nemhogy az egész ország területén. A ma már sokat emlegetett bérleti díjak felülvizsgálatára sem látok ebben a javaslatban garanciát. Államtitkár úr szinte hetente elmondja az országgyűlésben, nagyon helyesen egyébként, hogy tudja azokat az eseteket, ahol sok ezer hektár állami föld van, nevetséges összegekért javarészt tőkés társaságok kezén. Konkrét ilyen esetekre mi is felhívtuk a figyelmet, azonban szerintünk a ezzel kapcsolatos ígéretek és beszéd helye lejárt, és végre neveket szeretnénk hallani. Kik kötöttek ilyen előnytelen feltételekkel az államot 100 milliókkal megkárosító szerződéseket, miért nincsenek ezek a területek még visszavéve, és miért nincsenek helyben lakó családi magyar gazdálkodóknak kiadva. Hogy lehet az, hogy ezekben a piszkos ügyletekben résztvevők még szabadlábon vannak? Tehát ezeket segítő, az elszámoltatás segítő módosításokat is elvártunk volna, nem csak az ilyen technikai jellegűeket. A javaslatban egyetlen egy módosítás van, ami az osztatlan közösön keresztül az úgynevezett zsebszerződések visszaszorítására készül. Viszont úgy gondoljuk, ha már hozzányúlunk ez a két törvényhez, és ha már a kormány kommunikációjában folyamatosan hallhatjuk azokat a hangokat, hogy a magyar föld magyar kézben tartása mennyire fontos, akkor azért ennél jóval többet vártunk volna a gyakorlatban. Itt volt egy nagyszerű lehetőség erre. Ugye, ha ez így megy tovább, akkor nem kell sokat ragoznom, hogy 2014-ig tényleg el fogjuk veszíteni a területeinknek felét, mondjuk így a legalább 3 millió hektárra gondolok itt. Már most közel 1 millió hektár osztrák gazdálkodók kezén van. Tudjuk, hogy ez még nem számít legális szerződésnek, de ez akkor is egy rémisztő szám. És hát itt visszakanyarodva szintén az elszámoltatáshoz, és amiben szintén segíthetett volna ez a törvényjavaslat, ugye ezeket jellemzően magyarnak mondott ügyvédi irodák játszották ki, ezeket a sok százezer állami és magán földet külföldiek kezére. Úgyhogy ebben a kérdésben sokkal többet vártunk a kormánytól. Én egy olyan megyéből jöttem, Győr-Moson-Sopron megyéből, ahol már az is örömet okoz számomra, hogyha találok néhány olyan földdarabot, amit még nem külföldi gazda használ. A föld tulajdon jogának előbb-utóbbi megszerzése mellett hatalmas károkat okoznak, ugye itt szintén nem akarom részletesen felsorolni, ugye, hogy fenntartják az iparszerű, a földet kizsigerelő termelést, külföldön vásárolják a vetőmagot, műtrágyát, gyomírtót és egyéb vegyszereket, üzemanyagot. Ha használnak magyar munkaerőt, azt is jellemzően feketén, és hát ugye az áfa kérdését is kezelhettük volna ebben a törvény csomagban, hiszen nagyon gyakran ezek a termelők nem fizetik meg az áfát, és nem csak az államnak okoznak sok százmilliós kár, de behozhatatlan versenyhátrányt is okoznak a magyar termelőknek ezzel. És ugye akkor még nem beszéltem itt a feldolgozóipar kérdéséről, pontosabban annak hiányáról, illetve hát a Nemzeti Vidék Stratégiában helyesen felvázolt egyéb tucatnyi problémáról, amit ennek a törvénymódosításnak a keretében lehetett volna orvosolni, és amelyet tudom, hogy lát a kormány is helyesen, hiszen ezt leírta ebben a vidék stratégiában, de ismét szeretném jelezni, hogy nem látok erre vonatkozóan semmiféle biztosítékot, hogy ezek a problémák megoldásra kerülnének. Úgyhogy a Jobbik ezekre is felkívánta hívni a figyelmet, és fel is fogja hívni minden héten itt az országgyűlésben is.
az elén kerülő törvénymódosítást egyébként, ahogy már bizottsági ülésen is elmondtuk, fogjuk támogatni, hiszen a benne lévő javaslatok jelentős része ugyancsak technikai jellegű, de valóban segíthet. És hát a legvégén pedig reményemet szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy az új földtörvény tényleg minél előbb megszületik, és ehhez valódi konzultáción keresztül vezet az út, hiszen a kormánynak mielőbb fel kell ismernie, hogy a vidék az teljesen kivéreztetett állapotban van, és ha azonnal nem kap egy radikális és gyors segítséget, akkor elveszíthetjük a magyarság utolsó bástyáját. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ángyán József államtitkár úr, 2 perces hozzászólás. Ismét néhány rövid információt, ha szabad, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim, miután a szerződések ügye több felszólásba is fölmerült, és jogosan merült föl, szeretném tájékoztatni a képviselő társaimat, hogy utolsó határidőként a Nemzeti Földalap augusztus 31-ét kapta, hogy eddig az időig terítse ki a szerződéseket, és pontosan lássuk azt, hogy hol vannak a földjeink, az állami földek, és milyen feltételekkel, kinek adta bérbe adott esetben az állam ezeket a területeket. Jelezni szeretném, hogy nem föltétlenül csak a földalap hibája az, ami miatt nem sikerült korábban ezt megoldanunk, valóban elképesztő állapotok voltak az állami földnyilvántartásban, tehát az MNV ZRT-től nem volt olyan egyszerű átvenni ezeket a vagyonelemeket, mint ahogy ezt mi magunk is gondoltuk. A szerződéseket fölül fogjuk vizsgálni, ezt is szeretném megemlíteni, de most ez a módosítás tulajdonképpen nem erről szól, 3 megközelítés is lehet a szerződések fölvizsgálatára. Az egyik az alaptörvényünk, ami azt mondja, hogy ismeretlen tulajdonosi összetételű társaságoknak semmiféle nemzeti vagyont se bérbe, se kezelésbe nem lehet adni, illetve állami támogatást sem lehet adni. Tehát ebből a szempontból át fogjuk szűrni a cégeket, hogy megfelelnek ennek az alkotmányos kritériumnak. A másik az aránytalan földbérleti díjak ügye. Valóban, és itt képviselő is hiányolta a neveket, meg a konkrét eseteket, augusztus végére azt hiszem egy egész komoly sor lesz abból, ami bemutatja, hogy milyen módon is hasznosultak ezek a földek, de azzal a szándékkal, hogy ezeket a földeket vagy visszavegyük. Ennek az alapja a versenyjogi megközelítés is lehet, de európai közös agrárpolitikától és támogatási rendszertől való eltérés is lehet ennek az alapja. Ez ugyanis túlmutat a de minimis támogatásokon. Tehát ezeket a kérdéseket vizsgálni fogjuk. Most ez nem ennek a módosításnak a tárgya, tényleg összehangolás, harmonizációs és az élet által produkált problémák megoldásáról van szó. A földtörvényt pedig 2/3 sarkalatos törvényként szeretnénk hamarosan a törvényhozás elé hozni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Módosító javaslat érkezett. Nem, bocsánat, az előterjesztőket nem kérdeztem meg. Pont Sándor, képviselő úr, reagálni kíván. Köszönöm szépen, elnök úr, az előterjesztők nevében, mezőgazdasági bizottság nevében. Szintén röviden szeretnék reflektálni az elhangzottakra. Valóban nagy kérdés, amit Gőgös Zoltán is fölvet, hogy bízhatunk-e egy állami intézménybe? Úgy, hogy elhisszük, hogy a kormány általi irányvonalat fogja követni mindenkor a rábízott földvagyonna való gazdálkodáskor. Miközben lesz és elfogadásra fog kerülni, és most társadalmi vita alatt van egy 10 évre előre tekintő agrárstratégia. Lehet, hogy naívak vagyunk, de optimisták, amikor úgy gondoljuk, hogy lehet bízni állami intézményben is, hogy a kormánnyal összhangban végig azokat a irányvonalakat követi, amelyet kormányprogramba, illetve a majdan most rövidesen elfogadandó agrárstratégiában célként kitűzünk. Én köszönöm természetesen a Fidesz részéről a támogató és az LMP részéről is a támogató gondolatokat, és mindaz, amit a Jobbik képviselője fölvetett, a szélesebb kitekintést is jelentett. Értjük, hogy ők a számonkérést minden alkalommal meg fogják említeni. Inkább ennél a törvénytervezetnél a technikai és a kormány céljait megvalósítandó intézkedéseket próbáltuk most a módosítással előterjeszteni, és az egy más kérdéskör,
amit ők a számonkérés esetében folyamatosan forszíroznak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, akkor most zárom le az általános vitát. Módosító javaslat érkezett részletes vitára bocsájtása és részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010. évi 158-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát TPER 3549-es számon, az együttes bizottsági ajánlást T3549/2-es számon készhez kapták. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás egyetlen pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Csak néztem azt a mikrofont Koszorús képviselő úr előtt. Nem kíván senki felszólalni. A részletes vitát lezárom, és akkor megkérdezem Koszorús László képviselő urat a bizottság nevében, hogy kíván-e válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Zárszóként a bizottság nevében egy pár szót szeretnék szólni, de mielőtt ezt megtenném, először is meg szeretném köszönni a tisztelt háznak a mai hősies működését, valamennyi munkatársának, hiszen utolsó napi rendi ponti előadóként talán én tudom a legjobban, hogy mennyire hosszú volt ez a mai nap, de a gazdasági bizottság módosító javaslatára visszatérve, valójában egy technikai módosító javaslatról van szó, melynek általános indoklásával kapcsolatosan röviden az Országgyűlés 2010. december 13-a ülésén elfogadta a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010. évi törvényt, amelyben önálló alkotmányos szervként határozta meg a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének jogállását. A PSZÁV törvény szerint a felügyelet magyarországi pénzügyi közvetítő rendszerének felügyelő, ellenőrző és szabályozó szerve, amely törvényben meghatározott módon felelős a pénzügyi közvetítő rendszer zavartalan működésért. Az új szabályozás mind mikro, mind makro prudenciális szempontból érintette a felügyelet pénzügyi felügyeleti hatósági feladatait, illetve szélesítette a fogyasztóvédelem területén betöltött szerepét. A pénzügyi szolgáltatások területét érintő békéltetési rendszer hatékonyabb, az ügyfelek védelmét jobban ellátó működésnek biztosítása érdekében a törvényalkotó új jogintézményként létrehozta a pénzügyi békéltető testületet. Az egyik legfontosabb lépés mégis az volt, hogy az alkotmány módosítása a felügyelet elnökét rendelet kiadására jogosította fel, amelynek kiadására a törvényben meghatározott feladatkörében kerülhet sor a jövőben. Tisztelt képviselőtársaim, ezt a felhatalmazást a PSZÁV törvény és az ágazati törvények töltötték ki tartalommal. Az alaptörvény elfogadása teszi új és korszerű törvényi szabályozás módosítását annak érdekében, hogy a felügyelet jogállására vonatkozó szabályok összhangba kerüljenek. Ezzel kapcsolatosan egy technikai módosító javaslatot nyújtottunk be, amely úgy szól, a törvényjavaslat bekezdésével módosított, ha a törvény eltűre nem rendelkezik a felügyelet, látja el a vállalkozásokra és az árutőzsdei szolgáltatásokra, valamint az általuk végezhető tevékenység szabályról szóló törvény felügyeletét. Hát röviden ez lett volna a Gazdasági Bizottság technikai módosítójavaslata. Még egyszer köszönöm a kollégáknak és a kedves munkatársaknak, hogy eddig fenntartották a háznak a működését, és köszönöm, elnök úr, a szót. Igazán köszönjük, hogy befáradt képviselő úr az ászót elmondani. Köszönjük az együttműködést a módosítójavaslatokról következő ülésünkön. Határozunk. És tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Napirend utáni felszólásra senki sem jelentkezett. Göndör úr sem szeretne többet hozzászólni. Ezek szerint bezárhatjuk az ülést, reggel 8 órakor folytatjuk. Megköszönöm a technikus kollégáknak, jegyzőkönyvvezetőknek, főtitkárság munkatársainak és mindenki másnak, aki az országban fenntartotta a rendet és a biztonságot a kellemes munkához. Jó reggelt!